Sziasztok emberek, én Pinghorizon vagyok, és itt vagyok egy Try Not To Cry videóval, amit már megígértem, hogy nem lesz több, mivel nem szeretek ilyen videót csinálni, de rengetegen kértétek, hogy legyen még egy rész. Az előző videóban elmondtam, hogy több ilyen videót nem szeretnék csinálni, de tényleg annyian kértétek, hogy legyen még ilyen videó, mivel ti is szerettek sírni, meg szerettétek azt látni, ahogy én is küzdök a könnyeimmel. Ezért úgy döntöttem, hogy egyelfene csinálok még egy ilyen videót. Ezért olvastam a kommenteket, gyerekek, és annyian írtátok, hogy ne hagyjam abba, mert szeretnétek még egy részt, hogy ez hihetetlen, és itt van. Ez egy próbálj meg nem sírni magyar felirattal, tehát érteni fogjuk, hogy miről is szól a videó. Ezt VZ vicc töltötte fel. Nézzük. Nagyon remélem, nem fog sírni. Győztes vagy. Ó, ez ilyen animált rajzolt cucc, csak az időt vesztegeted. Végre felnőtt leszek. Tiszta pora monitorom! Na, hát most hogy fordítod le nekem? Don't get your hopes up. Jó. Imádok valahogy. Utálnak téged, senkit nem érdekelsz. Olyan dolgok voltak odaírva. Most mi történik, gyerekek? What the fuck történik? Kezdem érteni a dolgokat. Jézus ereje, megijedtem. Egyre jobban láncon érezte magát. Ez egy elgondolkodtató videó egyébként. Végére leszek kíváncsi, hogy lesz-e valami csattanó. Ajaj. Hú, ez nagyon mély videó. Te jó Isten! Ez depresszióról szól, ugye? Hú. Ez komoly. Nem tudok mit mondani egyébként, tehát... Durva. Meglátta a fényt. Az nagyon durva, gyerekek. De nem siratott meg, tehát csak meghatott, és tényleg egy komoly videóról beszélünk. Na, ezután a videó után így azt szeretném mondani, hogy ne törődjetek senkivel, hogyha valamit szerettek csinálni, akkor azt csináljátok, és ne foglalkozzatok más véleményével, hanem mivel ha valamit csinálsz, annak idővel lesz eredménye, és ne gátoljon meg semmilyen ember ebben téged. Ne törődj velük. Én se törődök, látjátok rajtam, nem tudom hány videó készült róla, mennyi utálatot kapok, és mégsem érdekelnek, és mégis folytatom, tehát igen, az levegyen előttetek, hogy mi a célotok, és ezt el szeretnétek érni. Szia, a nevem Louis. Ja, ez ilyen izé, papír tudsz húzogató? Te legyél őszinte. Na. Nap, nem látom. Szoktál veszekedni a családoddal? Néha. Apróságokon. Nem, ilyet sose gondoltam. Egyáltalán nem lenne jobb nélkülük. Nem. Ki az, aki csúnyán beszél a szüleiről másoknak? Nem. Ennyire azért sose vesztem össze a szüleimmel. Ez egy jó copyright zene megy egyébként alatta. Én ilyet soha nem mondtam egyébként tényleg, tehát nekem nincs szívem ilyet mondani a szüleimnek. És gondolom, lesz valami a végén. Ó, ne. Már tudom, mi lesz a vége. Fú, ráz a hideg. Na, kezdődik. Jaj, na. Igen. Igen, mindig úgy váljatok el emberek a szüleitektől, hogyha mentek valahol, vagy öleljétek át, adjatok egy pusztit az arcukra, de ne veszekedjetek, mert sose tudhatjátok, hogy mikor lesz az utolsó találkozásotok. Mindig úgy váljatok el tőlük, mintha az lenne az utolsó pillanatotok együtt. Na jó, mondom, emberek, igazából ennyi lett volna ez a videó. Elég tanulságosak egyébként ezek a videók, és nagyon mélyek. Ha tetszett ez a videó, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben nektek ezekről a videókról a véleményeteket, és lájkoljátok ezt a videót, hogy ezt mondtam. Fogalmam sincs, mit mondtam. A leírásban csekkoljátok le a linkeket, van ott minden, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, én Pinghorizon voltam, sziasztok!